Szeptember 30-án és október 1-én a Fehérúti Lőtér ad otthont a második ifjúsági csapat Európa bajnokságnak. Nagyon komoly a verseny iránti érdeklődés. 12 ország versenyzői fognak részt venni, akik döntőbe jutottak. Ugye a mi oldalunkon mind a két csapatunk természetesen alanyi jogon is szerepelhetne, de az érdekesség az, hogy egyébként a normál selejtezőkön is mindenki kivívta azt a bizonyos részvételi jogot, ami a többieknek kötelező volt. Szerintem egy nagyszerű dolog és egy kiváló kihívás a nagyon fiatal korú versenyzőknek annak érdekében, hogy hova helyezkedhetnek el, hogy megtudják, hogy hol vagyunk az európai ranglistán. Hát azt gondolom, hogy jó esélyes a magyar csapat is, mind a kettő, hogy ott legyen a legjobbak között. Az Európa és Világbajnokságon néhány évvel ezelőtt vezették be a külön csapatverseny intézményét. Korábban az volt a jellemző, még 2016-ban is, hogy az egyéni eredményeket, lásd, mint még korábban öttusában, egyszerűen összeadták, és eredményhirdetés volt. Ezen változtatott a Világszövetség, illetve az Európai, és ez ugyanennek a következménye, hogy önálló csapatverseny legyen, és a gyerekek szokjanak hozzá, hogy az egyébként abszolút egyéni sportágban, amikor megint csak egyénként versenyez, hiszen egy A lő B ellen idézőjelben, és vele párban tud plusz pontot vagy pontokat szerezni a magyar nemzeti válogatott részére, ez így adódjon össze, és egy homogén csapatként tudjanak versenyezni. És ez a fajta csapatszellem, ez különösen fontos a mi véleményünk szerint önmagában, mint csapatszellem. Az más kérdés, hogy majd amikor az olimpiai kvóták kérlő bárki későbbiekben, mikor már még nagyobb versenyző lesz, akkor viszont az lesz az érdekes, hogy egyénileg mit tud teljesíteni, de a csapatversenyrendszer továbbra is ugye megmarad, mert ez egy remek közösségépítő dolog.